Kezdettől fogva lenyűgöztek a nagy kiterjedésű, tiszteletet parancsoló vizek, és vele együtt a benne élő kapitális pontyok. Az évek során, ahogy egyre többet és többet horgáztam, mindig kerestem ezeket a vizeket, élveztem a kihívást, amit ezek a vizek jelentenek. Az elmúlt 13 évben számos nagy kiterjedésű vizen tettem magamat és a felszerelésemet próbára. Fehérvár Csurgótól kezdve Merenyén, Lökösházán, Lőrintén, Bölöskén és sok más vizen át egészen a magyarországi tavak királyáig, a Balatonig. Ahol nemrég abban a megtiszteltetésben lehetett részem, hogy a NES Hungary csapatával megnyertük a 9. MBBH-t, mert érthető módon eddigi horgászkarrierem csúcspontját jelenti. A nagy tavak és a benne élő kapitális pontyok iránti megszállottságom, tiszteletem és csodálatom mit sem fakult a kezdetek óta. Így minden felszerelésem és szabadidőm úgy alakítom ki az elmúlt évek során, hogy megfeleljen a kihíváshoz szükséges elvárásoknak. Hosszú idő után visszatértem egy általam nagyra becsült és köztudottan komoly kihívás jelentő vízre, a palotási víztározóra. Ahol a mostani horgászaton során igyekszem az eddig felhalmozott tapasztalatokat kamatoztatni, és megpróbálok párhuzamot vonni az akkori horgászatok és a mostani között. Én Szűcs Norbert vagyok, és ez az én nagyhalas történetem. Megyünk befelé, elkezdjük keresni a helyeinket. Az én tapasztalatom alapján én mindig szoktam nézni az iszapnak a mélységét, illetve van egy iszap mintavevő eszköz, amivel fel lehet húzni úgymond az iszapot, és meg lehet szagolni, meg lehet nézni, hogy van-e benne esetleg valamilyen apró élőlény, szúnyoglárva, vagy esetleg kagylót találunk-e, illetve ugye meg tudjuk nézni azt, hogy büdös-e az iszap. Az én tapasztalatom alapján, hogyha például horgászunk egy víztározón, vagy egy olyan tavon, ahol nagyobb az iszap sűrűség, vagy hát ugye az iszapnak a mélysége, ott mindig meg kell nézni, hogy büdös iszap van-e. Hogyha például leteszünk egy csalit, és egy fél nap múlva, vagy egy nap múlva csinálunk egy frissítést, mindig szagoljuk meg a bojlit, mert hogyha bevette ezt a büdös iszapszagot, akkor én meglátásom szerint, vagy az én véleményem szerint az nincsen jó helyen. Ugye a büdös iszapba szerintem nem táplálkozik a hal. Hogyha viszont nem veszi át, hanem ugyanúgy nyomja a golyó ugye az aromát, meg az illatot, akkor viszont szerintem jó helyen van. Ugye nem kell félni szerintem a nagyobb iszaptól se, hogyha van benne ugye táplálék nekik, a pontyoknak, akkor túrják az iszapot is. Horgászataim során, hogyha mély iszappal találkozok, akkor én azt találom megoldásnak, hogy a kiválasztott csalit beáztatom a tóvizébe, előáztatom, illetve a hozzávaló attraktorral vagy boosterrel még egy kicsit kívánatosabbá, és még egy kicsit intenzívebbé teszem. Ugye ennek az egész dolognak az én meglátásom szerint az az értelme, hogy ugye a kiválasztott csalink alapjába véve egy száraz csali, ami hogyha vízbe ér, akkor ugye a vizet szív magába, és ezáltal elkezd dolgozni. Ugye amikor előáztatom a csalimat, az megszívja magát, ugye az attraktorral, illetve vagy egy boosterrel, és amikor az vízbe érkezéskor elkezd rögtön dolgozni, és hogyha iszapos területen horgászunk, nem tudja magába szívni az iszapot, ha esetleg büdös az iszap, akkor a büdösséget,
hanem akkor rögtön dolgozik, és rögtön elkezdi ontani magából az attraktort, illetve a boostert. Tehát a csali fizikailag képtelen több nedvességet felszívni, ezért ezáltal el tudom érni a kívánt hatást, ami az ilyen területeken kell. Illetve én mindig megpróbálok keresni kemény placot. Sokan mondják azt, hogy nem jó a kemény palac, mert kicsiket lehet róla fogni, nagyok inkább a nagyobb iszabba mennek, és ott lehet őket megfogni, mivel ott van nekik táplálék. Én azt mondom, hogy az én tapasztalataim alapján ez megcáfolandó, mivel nagyon sok olyan tavon voltam, ahol nagyobb iszapok is vannak, meg nagyobb mélységű iszap is van, viszont ahol találtam keményet, onnan szinte mindig lehetett valami jó halat fogni. Kemény ajzat a megfelelő etetéssel és csalizással már nem egyszer adott számomra szép halakat. Olyan nagy kiterjedésű tavakon, mint például Merenye, Lökösháza, Fehérvárcsurgó, vagy akár a lőrintei víztározó. Itt, ahogy láthatjátok, itt van az iszap teteje, és itt körülbelül egy ilyen 50-80 centis iszap van, mert most állt meg. Ugye elértük a keményebb részt, és akkor én ilyenkor mindig úgy szoktam, hogy megnézem, hogy ugye milyen az iszapnak az összetétele. Úgyhogy mindjárt gyorsan veszünk is egy mintát. Ez ugye nagyon egyszerű a használata. Az ember leengedi a fenékre. Lenyomja egy kicsit, utána pedig forgat egyet a rúdon. És akkor mindjárt is hozza nekünk, és megmutatja, hogy milyen az iszapnak az összetétele. Meg lehet szagolni, hogy milyen. Akár töltsünk bent a vízen 2-3 órát, de akkor megtalálhatjuk a jónak vélt helyeket. És inkább az elején szálljuk rá azt a 2-3 órát, mint hogy utána napokat ott ülünk, és semmit nem fogunk. Persze így is lehet, hogy a jónak vélt helyeken nem fogunk halat, mert az is előfordulhat, hogy nem úgy jön össze a horgászat, ahogy mi szeretnénk, de szerintem meg kell adni neki az időt, meg az energiát rá kell szánni, mert csak úgy lehetünk sikeresek. Mindezek figyelembe vételével a három bot közül csak egy került egy úgymond klasszikus, iszapváltó réteg kemény oldalára lerakott bója mellé. Míg a másik két bot a lehetőségekhez képest félreeső, jelöletlen helyre került egyaránt igen mély iszapra. Egyik a parthoz valamivel közelebb, míg a másik a szektor előlő bója távjának kétharmadára. A kemény ajzatra elhelyezett szerelék nem is váratott sokáig magára. Sikerült megfogni az első halat egy 12 kg 70 dekás tőpony személyébe. A hideg víz ellenére elég jól küzdenek még a halak, jó erőben vannak, úgyhogy örülünk neki nagyon. Reméljük, hogy a folytatás is ilyen eredményes lesz, és meg tudjuk fogni a esetlegesen nagyobb testű halakat is. A tapasztalat és a helyes megérzés önmagában még nem garancia a sikerre. Érezzük magunkat nagyon szerencsésnek, ha rövid időn belül sikerült áttörést elérnünk. A közelebbi, mély iszapra lerakott bot már rögtön az első hajnalon becsippant, igazolva az elmélet helyességét. Az előre beáztatott Scopex Squid és a szokványostól eltérő helyválasztás egy heves fárasztást és egy pompás halat eredményezett. Ez az! És hát ez a gyönyörű 18 kg 70 dekás, robosztus, brutális, nagy úszókkal rendelkező halhúztál. Hát nagyon-nagyon örülök neki.
nagyon szép hal, és főleg ilyen körülmények között, hogy novemberben, és úgy, hogy nem megy a hal, nem eszik, tényleg mindenki azt mondja az egész tavon. Brutálisan örülök neki. Nagyhal és nagyhal között is vannak különbségek. Vannak olyan halak, melyek annak köszönhetik, hogy nagyra nőttek, hogy a fog meg és enged vissza szemlélet már széles körben alapszabály, és ennek, valamint a megfelelő halvédelmi eszközöknek köszönhetően újra és újra visszanyeri szabadságát, és folytathatja a táplálkozást. Ezeket a nagy halakat foghatjuk meg kellő türelemmel és egy kis szerencsével a klasszikusnak vélt és jónak vélt helyekről. Ezek olyanok ugye, mint például egy kemény plac, ami iszapváltó réteggel van, vagy pedig egy kagylópad, egy púp, vagy annak az oldala. Azonban vannak olyan pontjuk, amelyek az éles eszüknek és a raffináltságuknak köszönhetően nőnek nagyra, és ők ennek a klasszikusnak vélt helyeknek még akár azt is lehet mondani, hogy talán a közelébe sem mennek. Így hát az éles eszüknek is köszönhető az, hogy nagyon ritkán, vagy pedig éveken keresztül nem fogják meg őket. Éppen ezért szoktam mindig olyan helyeket is megkeresni, vagy olyan helyeken próbálkozni, ahol mások nem nagyon horgásznak. Ilyen helyek lehetnek például a parcélben lévő kisvíz, vagy pedig egy nagyobb, iszaposabb terület, ahol mélyebb az iszap mélysége. A horgászat elején volt egy betörő hideg frontunk, akkor inkább a mélyebb részeket erőltettük, 8-es, 9-es, 10-es vizeket. Most pedig végre elvonult, és megpróbáljuk egy kicsit a kisebb vizeket is erőltetni, ugyanis nagyon jó időt mondanak, jósolnak az időjósok, úgyhogy reméljük, hogy bejön a jóslatuk, és kicsit kimennek majd a halak a parcélbe. Illetve reggel egy kicsit nézelődtem, és nagyon sok ugrást láttam végig, szinte az öböl részen, a nád előtt, meg itt a fák előtt is nagyon sok hal ugrott, úgyhogy megpróbáljuk erőltetni egy kicsit ezeket a sekélyebb vizeket. Illetve itt most mellettünk a nádtól jobb oldalra összenyitották egy kis tavat és az itteni nagy tavat, úgyhogy megpróbáljuk hát, ha ott egy kicsit megpesdült a víz, és hátra tudunk valami szép halat fogni. Úgy tűnik, hogy az eszközölt változtatás sikerre vezetett, ugyanis egy kicsit sikerült feljebb vinnünk a testsúlyt, vagyis a hal súlyát, egy 17 kg 20 dekás időpontját sikerült fognom. Reméljük, hogy a következő már kettessel kezdődik. Mindjárt meg is mutatom nektek. Ha engedi magát. Gyönyörű hal, igazi sötét bányatavi időpont, nagyon örülök neki, nagyon jó küzdelem volt, remélem, hogy lesz még ilyenben részem, aztán a nagy tesója által meglátogat. A horogcsali mérete sokszor kardinális kérdés. Számomra a Balatonon is beigazolódott az, hogy a nagyméretű horogcsali és a hosszúra elhagyott hajszál önmagában nem szelektál, nem gátolja meg a kisebb példányokat abban, hogy felvegyék a csalinkat. Arról nem is beszélve, hogy a helyünkön és az etetésünkön ugyanúgy jelen lehetnek és elverhetik a nagyobb halakat. Azonban, ha nem őket akarjuk megfogni,
és az akasztással még jobban megzavarni a helyet, akkor ez a csalizás növelheti az esélyét annak, hogyha az etetésen egészen nem is marad meg, de a végszerelék a helyen marad, és megvárhatja az később odamerészkedő maradékok után szimatoló nagyobb halakat. Habár minden kapásnak örülni kell, a kemény ajzaton fogott 14 alatti tövest csak kisebbek követték. Így az etetéstől távolabb, de még mindig kemény talajra helyeztem át a végszerelékemet. Várható volt, hogy ez a bot lesz a legaktívabb, de ez a változtatás egyben egy-egy súly növekedéssel is járt. Ez a stratégia sokszor kisegített olyan tavakon, ahol kevesebb hely áll rendelkezésünkre. Úgy tűnik, hogy jól sikerült a helyváltoztatás, ugyanis ezt a gyönyörű 14 kg feletti tükröt sikerült fognom. Eddigi nagypont horgászataim során nagyon sok előkét és nagyon sok végszereléket kipróbáltam, azonban úgy gondolom, hogy eljutottam arra a szintre, hogy maximálisan meg tudok bízni az előkémbe és a végszerelékembe, ezért nem is használok más előkét, csak ezt az egyet. Ez az előke gyakorlatilag egy a saját tapasztalataim alapján személyre szabott blowback rig, melyet egy hosszabb zsugorcsővel, egy agresszív horoggal és egy kis extra súllyal teszek még hatékonyabbá. Mivel a ritkán horogra kerülő, nagy és húsos szájú halak a célpontjaim, bátran választom a legagresszívebb horgunkat, a Fangix-et. Az általam használt és bevált előke egy sima egyszerű armolingből áll. A horog alá 2-3 cm-rel egy sörétolmot vagy pedig ólompasztát szoktam tenni, ez ugye segít az akadásba, illetve hogyha a hal felszívja a csalinkat és a horgunkat, akkor rögtön ellenállásba ütközik, és ezáltal ugye hamarabb akad meg a horog. A horog mérete az attól is függ ugye, hogy milyen időszakban horgászunk, vagy esetleg hogy eszik, hogy táplálkozik a hal. Hogyha finnyásabban eszik, vagy nem annyira táplálkozik a hal, akkor lehet a horog méretén is változtatni, ugye kicsinyíteni, vagy pedig akár még az előke hosszán is, és az előke méretén is, vastagságán is. Az előke hossza nagyban függ attól, hogy milyen mederfenéken vagy hol pecázunk, ugyanis hogyha nincsen iszapunk, vagy mondjuk találunk egy kemény részt, akkor elég az akár 20 centis előke is, mivel ugye nem kell attól félni, hogy az ólom belehúzza az iszapba az előkénket és a csalinkat. Hogyha esetleg nagyobb iszapba horgászunk, akkor már akár lehet egy 25 centis előkénk is, ugye hogy szépen elfeküdjön az iszap tetején a zsinórunk és a csalink. Szeretnék kitérni a horogélezés fontosságára is, ugyanis úgy gondolom, hogy gyárilag is nagyon jó heggyel rendelkeznek ezek a horgok, de szerintem azt az 1-2 percet egy-egy horogra igenis rá kell szánni, és meg kell fenni azt a horgot, és ezáltal tudjuk növelni a fogási esélyeinket is. Sokaknak nem áll rendelkezésére egy vagy akár több hét, hogy kiülje a nagy halat. Így az eltérő gondolkodású halakat rövid idő alatt csak az eltérő gondolkodású horgásznak van esélye megfogni. Azonban ha sikerül, akkor nem is feltétlenül a súly lesz az, ami a fogást különlegessé teszi. Egy okos állat eszén túljárni, annak méretétől függetlenül is dicsőség. Elérkeztünk az utolsó nap reggeléhez. Napfelkelte előtt egy pár perccel egy húzós kapásra jöttem ki a sátorból. Amint a hal fölé értem, elkezdett lent maradni a víz alján, vagyis hát a vízoszlop alján. Éreztem, hogy súlyos. Úgyhogy megkezdődött a fárasztás, és egy körülbelül negyed órás komoly küzdelem vette kezdetét. De amikor megszákoltam, már láttam, hogy brutálisan szép hal. Nagyon örülök neki.
És a mérlegelésnél a mérleg nyelve 19 kg 30 dekánál állt meg. Ez az eddigi túra legnagyobb hala. Brutálisan örülök neki, ezért jöttem. Szűcs Norbert vagyok, és ez az én nagyhalas történetem.